kinevel a sárkányodat, partálom. Egy hetesek a sárkánybabáink, az elmúlt napokban minden lehető dologgal megpróbálkoztunk, hogy jó felvételeket készítsünk nektek. Próbálkoztunk szemüveggel, szabad szemmel, nyitóval. Rohangáltunk egyik szobából a másikba, megfigyelve az életciklusokat. Próbáltuk dokumentálni, hogy a hibernátojás állapotukból felébresztettük őket. Úgy néznek ki, mint a kicsi háromszemű, hosszú farkú, hajas kis sárkányok. 3-4 naponta kell őket levegőztetni, óvatosan ezt meg lehet tenni fecskendővel és szívószállal is. Vigyáznunk kell arra, hogy ne törjük össze a kis babákat. Pontos, hogy az akvadrakonok elegendő oxigénhez jussanak. 4-5 naponta kell letetni őket, én kiöntöttem ebbe a kis dobozba, fél évre elegendő kajájuk van, a kanálnak a kis részével kell belerakni. Úgyhogy van egy csomó sárkánykolóniánk, number one, number two, és nekem is lett sajátom. Azért csináltam, hogy tudjak nektek jó felvételeket készíteni. Jó, bevallom, szerettem volna én is egy sajátot. Úgyhogy én egy ilyen csiráztat üvegbe raktam őket, és itt szoktam a felvételeket készíteni. Csinálsz, Maddox? Játszok az akvadragonos játékommal. Neked olyan is van? Igen, letöltöttem az appot. És akkor most nézzünk néhány kérdést, amit ti írtatok nekünk, illetve a YouTube-on a nézőink. Kezdjük az elsővel, ez igazi sárkány? Nem, ez nem igazi sárkány. Ezek kis sórákocskák. Vízi sárkányok, akvadragonok, ez a kis fantázia nevük következő. Igen. Hol lehet kapni? A Reflexshopnál, én követem őket. Ennyi. Itt még azt is kérdezik, hogy meddig élnek. Az űrsárkányok életciklusa 45-60 nap, de több kolóniát is fel tudtok nevelni. Ti pedig írjátok meg kommentben, hogy szeretnétek-e következő részt.